Sziasztok! Motorszereléssel, motorösszerakással kapcsolatban nagyon sokszor emlegettem olyan dolgokat, amiket a legtöbb otthon szeregető ember szinte egyáltalán nem szokott elvégezni, illetve ismerek olyan motorszerelőket is konkrétan, akik ezeket a fontos mozdulatokat egy motorösszerakásánál általában ki szokták felejteni. És említettem már ezzel kapcsolatban ugye a préshézak mérését, illetve a másik egy szintén hasonló mérés, vagy nagyon hasznos mozdulat a dolognak, amit én általában meg szoktam csinálni, sőt mindig meg szoktam csinálni, az nem más, mint a gyűrűhézaknak a megmérése. Miért tartom fontosnak ezt a műveletet? Általában boltból vásárolt hengerszetteknél igazából az illesztéssel nem nagyon szokott probléma lenni, találkoztunk már olyannal, aminél van, de általában az illesztési hézakokkal nem nagyon szokott probléma lenni. Általában, ami picit problémásabb ilyen területen, az az utólag fúrt, hónolt, javított, akkor ez egy sokkal fontosabb művelet, mint egy boltban vásárolt hengerszetnél. Általában, ha normális gépműhelyben van csináltatva a hengerszettünk, akkor ezzel sem szokott különösebb probléma lenni. De ugyanakkor én a boltban vásárolt hengerszetnél, illetve a fúrt gépműhelyben megmunkált hengerszetteknél is mindig el szoktam ezt a mozdulatot végezni. Nem feltétlenül amiatt, mert azt ellenőrzöm, hogy milyen minőségű lett maga a fúrás, vagy milyen illesztése lett a fúrás után a motornak, hanem azzal kapcsolatban, hogy maga az illesztési hézakok nagyon sok információval szolgálnak mint szerelőnek, mint pedig a motor tulajdonosának azzal kapcsolatban, hogy milyen bejáratási intervallumokat kell alkalmazni az adott motornál, ugyanis nem mindegy, hogy egy bővebb illesztési hézakkal készült el az adott hengerszet, vagy pedig egy elég szűkkel, aminél sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy miként fogjuk bejáratni az adott motort. Mit is jelent a gyűrűhézak, illetve mit mérünk a gyűrűhézaknál? Ugye tudni kell, hogy amikor a dugattyúra felkerül maga a gyűrű, és bekerül a dugattyú a hengerünkbe, akkor a gyűrűnek a két vége között lenni kell egy minimális hézaknak, ugyanis a hőtágulás miatt, ugye valamilyen szinten beszéltünk a gyűrű esetében is vonalas hőtágulásról, mivel ezt, hogyha kiegyenesítenénk egy teljesen egyenes vonal, ami a hőtágulás esetén ugye változik a hosszúsága. Ez a hosszúság ugyanúgy változik lényegében magában a hengerben is, csak ugye a henger alakja, illetve az egésznek a korlátozottsága miatt a gyűrű végek fognak egymáshoz közeledni hőtágulás alatt. Nyilván maga a hengerszett is hőtágul, dugattyú is hőtágul, gyűrű is hőtágul, de magának a gyűrűnek egyébként sokkal nagyobb hőterelése van, mint a hengernek, illetve a dugattyúnak. A dugattyút lényegében hűti maga a beáramló benzin-levegő keverék. A hengerszettünket ugye hűti maga a vagy légütéses hengernél a levegő, vagy maga a víz. Egyedül a gyűrű az, ami szerintem a legnagyobb hőterelést kapja a hengerben, ugyanis amellett, hogy erre hat maga ugye a robbanás által keletkezett égési hő, a hengerfalával keletkező minimális súródásnak is van egy hőtermelése, úgyhogy maga a gyűrű jelentős hőterelést kap, emiatt fontos az, hogy megfelelő gyűrűhézakunk legyen, ugyanis ha hőtágulás alatt elérjük azt az állapotot, hogy a gyűrű vége összeér, és még kívánna a maga a gyűrű tágulni, akkor gyönyörűen meg fog szólni magában a hengerünkben a dugattyú, illetve a gyűrű. A gyűrű megszólása egyébként sokkal nagyobb probléma, mint a dugattyú hőtágulása által okozott pillanatnyi megszólás. Sokan tapasztaltuk ezt esetleg bejáratás alatt, mert a gyűrű az egy kemény anyag, és a gyűrű okozta megragadás az általában mindig komoly kárt tesz magában a hengerszetben, úgyhogy erre érdemes nagyon odafigyelni. Tehát, mint említettem, a gyűrűhézak az a hengerbe behelyezve a gyűrű két vége közötti hézakot jelenti. Na most, hogy tudjuk ezt magát, ezt a hézakot ellenőrizni, illetve megmérni? Roppant egyszerű, van maga ugye a hengerünk, nem tudom mennyire látszik, gyönyörű hónolás, ez egy frissen fúrt, hónolt henger.
és itt van egyik gyűrű. Igazából mind a két gyűrűn el kell végezni ezt a mutatványt. Én most egy gyűrűn fogom megmutatni, értelemszerűen a másik gyűrűnél lesz szintén ugyanez a helyzet. Ugye a gyűrűt a dugattyú nélkül üresen szépen fogjuk és behelyezzük magába a hengerünkbe. Itt amennyire látszik, benne van maga a gyűrű a hengerben. És megfogjuk a dugattyunkat, és a dugattyú tetővel szépen olyan körülbelül egynegyedéig betoljuk magát a gyűrűt, ugyanis a dugattyúval ugye gyönyörűen tudjuk beállítani, hogy ne legyen keresztbe magába a hengerbe a gyűrű, hanem a dugattyút betolva, a dugattyút gyönyörűen pozícióba rakja nekünk a gyűrűt. Na most, benne van a gyűrű, gyönyörűen látszik is egyébként, hogy ugye hol ér össze a két vége a gyűrűnek. Itt ebben az esetben itt pont a kipufogónyíláshoz helyeztem be, és megmutatom, hogy hogy működik maga a mérés. A mérés sokkal egyszerű. Ugye behelyeztük az előbbi szerint a gyűrünket a hengerbe, és egy ilyen lapkás hézogmérőre lesz szükségünk. Ez nagyon sok háztartásban egyébként megtalálható, mert annó ugye még a faterék időszakában ezekkel állították a zsigulőknek a szelephézakot, úgyhogy rengeteg embernek van otthon is ilyen, de egyébként meg filéres beszerezni, úgyhogy érdemes egyébként, aki otthon szerelget, annak érdemes beszerezni egy ilyet, mert a gyűrűhézaktól a gyertyahézakig nagyon sok mindent ezzel lehet ellenőrizni, úgyhogy egy egész hasznos kis eszköz. Illetve akinek esetleg Simpson van, Simpsonnál ugye magának a kalapácsos gyújtásnak a beállítása is egy ilyennel történik, illetve az is egy nagyon hasznos segédeszköz. Maga a mérés úgy történik, hogy ugye megvan a illesztés helye, és 1/10 mm-es a legkisebb lapka ebben. Na most, kezdjük azzal, hogy mi a megfelelő érték. A megfelelő értéknek egy új henger esetében a dugattyú átmérő 0,3, illetve 0,5%-a közötti értéket tekintjük a megfelelő értéknek, és 1%-nál már a kopási határt értük el, tehát 1% után már úgymond fúrni kell vagy kuka a henger, tehát az már a kopási határérték. Úgyhogy a mérés az úgy történik, hogy megfogjuk a kis hézokmérőnket, 1/10 mm a legkisebb, ezt közé tolva magának a két gyűrű végnek, ez egyébként még tökéletesen közé is fér, tehát ettől nagyobb. A következő lépcsőfok a 0,15 mm-es lapka, azt közé tolva két gyűrűnek, már egyébként nem megy közé, tehát valahol 1/10 mm és igen, valahol 1/10 mm-től nagyobb és 0,15 mm-től kisebb maga a gyűrűhézak, ami azt jelenti, hogy 40 mm-es átmérőjű dugattyúnál, ha kiszámoljuk, akkor a 0,3%-a a 0,12 mm, az 5% az pedig azt hiszem, hogy 0,2 mm, tehát ez a kettő közötti értéket kell megkapnunk. Tehát, mint a mérés mutatta, ennek a gyűrűnek az illesztési hézaka az valahol 1/10 és 0,15 mm között van, ami lényegében ugye az alsó határa felé közeledik magának az optimális gyűrűhézaknak. Ez azért is fontos információ, mert ez tudjuk, hogy egy picivel szorosabbra illesztett gyűrűhézakkal készült, mert akár ugye elmehetünk volna 2/10 mm-es gyűrűhézakig is. Tehát valószínűleg ezt a hengerszetet egy picit finomabban, egy picit elővigyázatosabban kell majd bejáratni, mert nem engedhetünk meg akkora hőtágulást bejáratás alatt, mint a 2/10 mm-es illesztésű gyűrűhézakkal készült hengerszetnek. Ugye, ha gyorsan ez alapján felbe kell akarjuk számolni ennek a hengerszetnek a kopási határértékét, akkor ugye az 1%-os értéknél, egy 40 mm átmérő hengerszetnél
4,1 mm, tehát elvileg 4,1 mm után láttam már hogy sokkal nagyobb gyűrűhéz akkor üzemelő motort is, de papírforma szerint a 4,1-es gyűrű illesztésű motort már kopási határértéken felett van. Tehát ha például te veszel egy használt hengerszettet, ami már futott x kilométert motoron, és te ugyanezzel a módszerrel megméred a gyűrűhézakát, és az 4,1 mm felett van egy 40 mm-es átmérő dugattyúnál. Nyilván, hogyha egy 50 mm-es átmérő dugattyúról beszélünk, ami már köbcentiben lényegesen nagyobb, ott már ugye 5,1 mm a megengedett kopási határérték, de lényegében te már, ha mondjuk egy 50-es dugó átmérővel te 6,1-es gyűrű illesztést mérsz, akkor ott már az a hengerszett az már igazából nem megfelelő illesztéssel kerül összerakva. Úgyhogy igazából erről ennyit kell tudni. Én ezt egy nagyon fontos mozdulatnak tartom motor összerakásnál. Tényleg nincs hozzá komoly eszköz igény, mert tényleg egy ilyen lakás hézagmérővel tudod ellenőrizni. Lehetne egyébként még bonyolítani, mert lehetne dugattyúillesztést nézni, és nagyon sok mindent. Én azokkal a dolgokkal nem kevésbé szoktam foglalkozni, amit mindig megnézek, az maga ez a gyűrűvégeknek a hézaka, mert szerintem bejáratás szempontjából ez a legfontosabb. Tehát az a lényeg, hogy egy szorosabb illesztésnél jobb, hosszabb bejáratást igényel, egy lazább illesztésnél pedig kevesebb bejáratás is elég neki. Nyilván egy ilyen élesztésnél, mint amit ennél mértem, ha valaki nagyon hamar elkezdi jelezni, akkor valószínűleg megszorulás lesz a vége. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy nagyon fontos információval szolgál ez az apró kis mérés. Úgyhogy ajánlom, hogy ha otthon szerelgettek, szerezzetek be egy ilyet, tényleg nem egy nagy tétel, és ellenőrizzétek legalább ezt a következő videóba, majd nem tudom, hogy ennél a blokknál, amit most pakolok össze, vagy majd következőnél, tényleg most már be fogom mutatni egyébként, mert ígérem egy ideje magát a présézaknak a beállítását, mérését, illetve beállítását is, mert azt is egy nagyon ehhez hasonló fontos mozdulatnak tartok, úgyhogy lesz majd erről is szó. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lesz még sok hasonló tartalom. Sziasztok!